Minden évben ünnepélyes keretek között nyújtja át a Kecskeméti Tankerületi Központ az év pedagógusa és az év nevelő oktató munkát segítő munkatárs díjakat. Szerda délelőtt 19 pedagógus és 7 segítő munkatárs vehette át kiemelkedő munkájáért járó elismeréseket a tanévzáró ünnepség keretében. Azokat a szempontokat vesszük figyelembe, hogy milyen munkát végzett, milyen elismerésben részesült az évek során, esetleg ebben az évben versenyeredményei milyenek voltak az adott pedagógusnak, hogyan viszonyul a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek iránt, milyen közösségi munkát vállal, mind a pedagógus, mind pedig a nevelő-oktató munkát segítő dolgozó. Az átadó ünnepségen a díjazottak érdemeit, alázatos munkájukat, gyermekszerető, nevelő-oktató tevékenységüket emelték ki. Az év pedagógusa díjban részesült Rózsa Hajnalka, a Kodály iskola biológia földrajz szakos tanára is, aki már 25 éve egyengeti a diákok útját. Vallja, hogy minden tanítványa egyedi és különleges, csak meg kell találni a hozzájuk vezető utat. Nagy örömmel éltem meg, hogy számtalan kollega van itt jelen. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy ne csak a gyerekek, hanem a tanárok is kapjanak munkájukért elismerő visszajelzést. És annak külön örültem, hogy nem a díjakat sorolgatták, hanem az emberi oldalát mutatták meg a tanároknak, az értékeiket, a tanulók segítését, a megértést, azt, hogy ők példaértékűek a hétköznapokban. A tankerületi elismerések mellett két nyugdíjba vonuló tagintézmény igazgatót is búcsúztattak az ünnepségen. Országosan elmondható, hogy még mindig hiány van a fizika, kémia, biológia és földrajz, valamint a gyógypedagógusokból.